Üdvözletem minden kedves nézőnek! Évösszegző videósorozatunkban a nyár utolsó hónapjához érkeztünk, ahol bőven volt részünk pozitív és negatív tapasztalatokban. A nyár végére a magyar kiválóság, Tomzi által vezetett Hammers eSports felmondta a csapattal az együttműködést, így organizáció nélkül maradt a csapat. Sajnos ennek előrelátható előzményei voltak, ugyanis az organizációnak nem sikerült megfelelő tőkét biztosítani ahhoz, hogy bekerüljenek az Overwatch League-be és képviselhessék Los Angeles-t. Még a hónap elején örülhettünk, ugyanis Nagyszombatra utazhattak a magyar esportolók, hogy megmérkőzzenek Chicagóban és Overwatchban a szomszédos országok legjobbjaival. Ám ott nagy meglepetés érte az indulókat. Az első napon az Overwatch verseny több órát csúszott, ami miatt az egyik magyar csapatnak fel kellett adni a mérkőzést, mert a beígért időpontig nem fejezték volna be a meccset. A Chicagó napján pedig gyanús események sorozatára lett figyelmes a Volgár együttese. A helyszíni közvetítésen nem volt késleltetés, ami miatt felmerült a gyanú, hogy a szlovákul értő csapatok, az ominózus esetben az Orions, információkat szerezhetett mérkőzés közben. Tekintve, hogy nem lehetett utána járni pontosan a történéseknek, a magyarok összepakoltak és hazajöttek. A hónap vége azért mégis pozitívan zárult, ugyanis Raisin nem csak hogy kvalifikálta magát a Quake-onra, ami a hivatalos Quake világbajnokságnak felelt meg, hanem duelljátékmódban a legjobb 16 között végzett, ezzel pedig 10 ezer ropogós dollár ütötte a markát. A Quake-onnal egy időben pedig az Infinity Chicagó Masters-en történt trónfosztás, ugyanis a legesélyesebbnek hitt Volgár csapatát a Nice Gaming kétszer is térdre kényszerítette. Ne felejtjétek, évadzáró sorozatunk december 31-ig minden nap új résszel jelentkezik. Addig is, lájkoljátok a videót, és nézzetek fel az esport1.hu-ra.